Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, és az új Samsung Galaxy Tab A7.9-et, 8-at, látjátok, ez a 7,9 üvegkes kijelzővel szerelt verzió, mert hogy van 9,7-es is, ilyen iPad méret, tehát ez volna a kisebb, elvileg hasonló méretű kijelzővel, mint az iPad mini, azonban ez csak 1024x768 pixeles, azaz, mint a legelső iPad mini akkora a kijelző. Alul van egy alkalmazásváltó és visszagombunk, illetve egy hagyományos fizikai gomb. Felülre kamera került, illetve talán fényérzékelő, hogyha jól látom. Viszonylag vastag a keretünk, tehát szélesebb, mint mondjuk egy iPad mininél, úgyhogy ez nem is egy prémium készülék, mint például az iPad, inkább egy középkategóriás. A készülék átlagos vastagságú, teljesen műanyag házba került, ami a szürke hátlapnál fényes, ahogy látszik. Van egy kiálló kameralencsénk, annak ellenére egyébként ez nem egy nagy felbontású, illetve a speciális tokokhoz itt látható a két kis csatlakozó, ami a Galaxy Tab S-nél is megvolt. Oldalt van egy micro SD kártyaszlotunk, amit nem nagyon tudok itt pillanatnyilag kinyitni. Ezen kívül van hangerőszabályzó gombunk, bekapcsoló gombunk, alulra került egy hangszóró, egy jack, illetve egy micro USB, felül pedig nincs második hangszórunk, tehát csak egy hangszóró van, illetve a Galaxy Note szériából ismerős S Pen is került a készülékbe, amit itt látható, hogy ki lehet használni, van akciójegyzet, intelligens kijelölés, képlink, illetve képernyőre írás. Hogyha megnézzük a készüléket, viszonylag egyszerű a lehetőség. Itt láthatjuk, hogy milyen csúnyán néz ki a 1024x768 pixel a készüléken. 5.0.2-nk van. Nézzük, aha, mondjuk át van állítva a betű méret, úgyhogy itt, ha átállítjuk, akkor elvileg jobb lesz. Így már jobban néz ki. Látható, hogy van automata fényerőszabályzás, illetve ez a max fényerő, amit kapunk, a minimum is egészen kis kicsi. Ez a max, ez pedig ugye elfogadható. Természetesen vannak S Pen beállítási lehetőségek is. És hát, ahogy mondtam, Android 5.0.2 fut rajta. Az IPS kijelző alatt, aminek hát láthatjuk a betekintési szögeit, hogy egészen jó, természetesen ezt el is várjuk a Samsungtól. 4 magos Qualcomm Snapdragon processzorunk van, 2 GB RAM-unk, azt hiszem, ez bocsánat, csak másfél, de ezt meg tudom nézni, ez típustól függ igazából, mert van olyan, amelyben csak másfél GB, van 2 GB-os is, az alkalmazás kezelőben láthatjuk mindjárt. Itt látom 1,1 giga szabad, akkor ez a 2 GB-os verzió, illetve a háttértárnál is ugye 16 GB-ból nagyjából 10 GB lesz, amit szabadon tudunk hagyni. Ez már az új Samsung felület, igazából semmi extra alkalmazást is viszonylag keveset kapunk, ezt utólag lehet majd letölteni. Nézzük meg a kamerákat. A Samsung Galaxy S6 kamera alkalmazását kapjuk a táblagépen, viszont hát nagyon sokat nem fogunk vele fotózni. A hátlapon, amint látjuk, 5 megapixeles kamera van, 720p videófelvételi lehetőséggel, illetve az előlapon azt hiszem, hogy talán 2 megapixeles vagy VGA. Ezt meg is nézzük, hogy így van, csak egy 2 megapixeles kamera, tehát annyira nem jó. Ez volt tehát az S Pennel ellátott Samsung Galaxy Tab A 8-szoros kijelzővel. Kövessétek továbbra is a Tech2.hu oldalt. Sziasztok!